Itt vagyunk Gödön, ami az elmúlt hetekben azzal került a hírekbe, hogy úgymond az ellenzéki együttműködés léket kapott, polgármester az alpolgármesteri ellen, az alpolgármesterek pedig a polgármester ellen. Az érintett feleket megkérdeztük, hogyan tovább, illetve egyáltalán hogyan jutottak el idáig. Balogh Csaba, mint polgármester, egy személyben, mint polgármester a képviselőtestületét vagy a frakcióját már csak arra akarta használni, hogy az ő általa kitalált ötleteket, terveket megszavazza, és ha véletlenül, vagy nem véletlenül, de mondjuk nem értettek vele egyet a frakcióban lévő tagok, akkor ugye odáig jutottak, ahova én is jutottam március elején, hogy mint alpolgármester már bizalmatlan volt az irányomba, és nem tudott velem együttműködni, holott egyszerűen csak egy átlátható működést és egy közös együttműködést szerettem volna a frakción belül, illetve ugye a polgármester úrral, de ezt egyoldalulag kezdeményezni, úgyhogy ő ebben nem partner, nagyon nehéz. Igazából már évelején elkezdtük, de hogy így a veszélyhelyzet alatt aztán pláne ugye fontossá vált az, hogy a pártok között is legyen egy egyesség, úgyhogy már a pártok vezetésével együtt igyekeztünk a képviselőkkel közös nevezőre jutni. Szerintem nagyban hátráltatta igazából ezt a dolgot az, hogy amikor megnyertük a választást október 13-a után, akkor mi egyből az első közös megbeszéléseinknél, akkor hoztunk egy frakció megállapodást a Momentum részéről, hogy szeretnénk azt, hogyha akkor egy frakció megállapodás szerint tudnánk dolgozni. És akkor így elsősorban a DK-nak a hatására, akkor nem lett ez aláírva ez a megállapodás, hanem gyakorlatilag egy gentleman agreement szerint mentünk tovább gyakorlatilag. A gentleman agreement azonban viszont konfliktusokhoz vezetett, úgyhogy a veszélyhelyzet alatt mi szerettünk volna akkor ezt már a pártok segítségével fixálni, hogy akkor legyen a pártok között is egy megállapodás, és akkor a frakció szabályzat is ezzel összhangban legyen akkor megkötve. Mi facilitáltuk ezeket a megbeszéléseket, de ott is kijött az, hogy a polgármesterek, akiknek ugye a hatáskörét megvontam, azok bizony el se jöttek ezekre a megbeszélésekre. Volt-e bármilyen információ vagy információcsere a polgármester úrral? Hát sajnos ez meglehetősen korlátozott volt, úgy is mondhatnám, hogy körülbelül nulla. A veszélyhelyzet ideje alatt polgármester úr rendszeresen tartott vezetői értekezleteket, amely vezetői értekezletre egyik alpolgármesteré sem hívta meg, sose. Amikor egyszer véletlenül a titkárság meghívott minket, mert azt gondolta, hogy vezetői értekezleten ott a helyünk, akkor polgármester úr eltávolított minket a vezetői értekezletről. Tehát ezek után persze, amikor polgármester azt állítja, hogy mi munkakerülő alpolgármesterek vagyunk, akkor mi elég nehéz helyzetben vagyunk. Sem a vezetői értekezletekre, sem az egyéb szakmai értekezletekre nem küldött meghívót. Ezek egy elektronikus, tehát nem az, hogy egyszerűen bemegyek, hanem hogyha nem kapok meghívót, akkor nem tudok rajta részt venni. Amikor többször fölhívták a figyelmét, volt, hogy én is fölhívtam a figyelmét, akkor sem engedett be mondjuk egy beruházási megbeszélésre engem, mint gazdasági műszaki alpolgármester. Tehát így valóban nagyon nehéz. Próbáltunk amennyire lehet a korlátozott eszközökkel boldogulni. Sajnos az ilyen visszajelzéseinkre sem reagált. Mi lehet ennek az ügynek a kifutás, illetve hogyha pacifikálható, akkor hogyan pacifikálható ez a helyzet? Az a helyzet, hogy onnantól kezdve, hogy ennyire elárulják a választópolgáraikat egyes képviselők, én azt látom, hogy az ő becsületük az csak akkor lehet helyreállítható, hogyha le is mondanak arról a pozícióról, mert elárulták a saját esküjüket. Bízok benne, hogy sikerül, és megoldást lehet találni, viszont amennyiben nem lehet más megoldást találni, akkor igenis, hogyha van egy képviselőtestület, és a demokráciát érvényesíti, és működni akar, és ha van egy polgármester, aki ezt nem fogadja el, és nem képes demokratikusan a képviselőtestület határozatait végrehajtva, és a képviselőtestület akarata szerint működni, akkor sajnos nincs más választása, le kell mondani a Balogh Csabának. Egyértelműen azért vállaltuk a választásokon való indulást, és egyértelműen azért ilyen felállásban vállaltuk a választásokon való indulást, mert hittünk abban, hogy együtt, koalícióban, egymás értékeinek a tiszteletben tartásával és a koalíciós működésnek megfelelő közös hatalomgyakorlással, hatalommegosztással ezt meg fogjuk tudni csinálni. Ezen vagyunk, hogy ez működjön.